Kőtörmelék szállító kamionok, rajtuk a felirat Nehézkő Kft. A cég, amelynek tulajdonosa Orbán Viktor apja, felbukkant a Direkt 36 oknyomozó portál által kiperelt iratok között. Egy dél-balatoni vasútfelújításban vesznek részt alvállalkozóként. A beruházás nagyrészt uniós pénzből finanszírozzák, a miniszterelnök apjának cége majdnem 300 millió forintért szerződött a munkára. Orbán Viktor 2001-ben első kormányzása idején azt mondta, kérte apjától, hogy ne induljon közbeszerzéseken. De most is ezt mondom, hogy most is fontosnak tartom. Tavaly nyáron Brüsszelben az oknyomozó portál kérdésére azt mondta, családtagjai most is ehhez tartják magukat. Meg vagyok lepődve azon, hogy azt állítja, hogy van olyan Európai Uniós projekt, ahol vállalkozóként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az én családomból indult volna valaki, de meg fogom nézni. Az adatokat kiperlő portál szerkesztője szerint úgy néz ki, valami megváltozhatott. Ezekből a papírokból konkrétan az derül ki, hogy ténylegesen alvállalkozóként jelent meg az egyik cég, tehát itt van egy nyilvánvaló ellentmondás. Kerestük a miniszterelnököt, hogy megtudjuk, tavaly júniusi ígéretének megfelelően megnézte, hogy családtagjai cégei részt vesznek-e állami vagy uniós beruházásokban, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként. Azt is szerettük volna megtudni, mit szól ahhoz, hogy apja alvállalkozó egy vasútfelújításban. A miniszterelnök szóvivője ezekre a kérdéseinkre mindössze annyit írt, a miniszterelnök édesapja 35 éve ad el követ mindenkinek, aki vásárlóként jelentkezik. A vásárlók között soha nem tett és nem is tehet különbséget, cégei pedig soha nem indultak állami vagy Európai Uniós pályázaton. A DK az Unió csalás elleni hivatalához fordul. Összeférhetőnek tartják-e, jogszabályokkal harmonizálónak tartják-e, hogy az Orbán család, illetve a magyar miniszterelnök családja gazdagodik. Az érintett vasútfelújítás egyik fővállalkozója Mészáros Lőrinc cége az Aircord Kft. Az alvállalkozók közül a legtöbb pénz a felcsúti polgármester másik cégének, a Mészáros és Mészáros Kft.-nek, valamint öccse vállalkozásának, a Hittám Kft.-nek jár, összesen 3,3 milliárd forint. A beruházást az eredetileg tervezetnél 16,9 milliárd forinttal drágábban, összesen 72,4 milliárd forintból valósítják meg.